Mutasd meg a táncod! Ez volt a mottoja a Lőrinci sportcsarnokban megrendezett 6. nemzetközi táncos fesztiválnak. A hangsúly most nem a versenyzésen volt, hanem azon, hogy minél több csoport tét nélkül megmutassa azt, amit hónapokon, esetleg éveken keresztül gyakorolt. A fesztiválon szinte minden korosztály képviselte magát, és a táncstílusokat illetően is széles volt a paletta. A tánc szinte majdnem minden műfaja megtalálható. Vannak néptáncosaink, vannak utcai táncosaink, akrobatikus rock'n'rollosaink, modern táncosaink, jazzbaletteseink, és a legkisebbek pedig balettosok. A kerületiek is megmutatták tehetségüket, az Angel Dance Tánciskola és a Dance City Center több produkcióval érkezett a rendezvényre. A modern vonalat képviseljük, a színpadi táncot, amit a Madách Színházban is van a nézőknek lehetősége látni, főleg musical és mai modern pop számokra táncolunk. Most 5 számot hoztunk, mindegyik egy ilyen Bruno Mars, Pitbull, tehát ezek abszolút mai számok. A tánc alkalmat ad az önkifejezésre, a közönségnek pedig esztétikai élményt nyújt, de nem csak emiatt érdemes elkezdeni ezt a mozgásformát. A művészetet összekapcsoltuk a tánccal, egy nagyon jó mozgásforma, nagyon jó a fiataloknak, a gyerekeknek, hogy ritmusérzéket és az izomcsoportjaikat rendesen megmozgassák. A rendezvényt többek között a Moholy Nagy Művészeti Egyetem Sportegyesülete és a 18. kerületi önkormányzat is támogatta. A mozgásnak egy nagyon fontos területe, szegmense maga a tánc, illetve a különböző tánc típusok, stílusoknak a népszerűsítése, és ugye ez a rendezvény ez erre tökéletes, hogy ezt a funkcióját betöltse. Azt mondják, a táncnak kiváló közösségteremtő ereje van, és ez a fesztiválon is megmutatkozott. A rendezvényen 12 csapat lépett fel, a táncosok zöme a fővárosból érkezett, de részt vettek még Veszprémből, Sopronból, sőt még Dániából is.